November 1-én este az égő mécsesek világították be az egész temetőt. A Dunaújvárosi temető is csatlakozott a harmadik országos Minden Szenteki mécses gyújtás akciójához, ahol a jelenlévők egy helyen együtt emlékezhettek eltávozott szeretteikre. Minden Szentek van, a elhunytainkra emlékezünk mindannyian, nincs olyan ember a városban, akinek nincs a temetőben elhunytja. Ugye már napokkal azelőtt készülünk, rendbe tesszük a sírokat, virágokat, mécseseket teszünk a sírokra, és ma van az a nap, amikor a gyertyákat meggyújtjuk, és ahogy körülnézünk, látjuk, hogy szinte minden síron rengeteg gyertya, az emlékezés gyertyája ég. November 4-én, immáron 7. alkalommal rendezte meg az Esőemberek szüleinek Dunaújvárosi Egyesülete a Fuss velünk, fussértünk jótékonysági futóversenyét. Három különböző távot teljesítettek a résztvevők, az esemény bevétele pedig tavaly is jó célt szolgált. Ez már a 7. alkalom, hogy meg tudjuk rendezni a Fuss velünk, fussértünk jótékonysági futóversenyt, és ez éppen azért is van ez a megrendezés, hogy az autista emberek, a fogyatékkal élő emberekkel való együtt mozgás, együtt lét, egy délelőtt, és hogy hát meg a megismertetésük az emberekkel, hogy az elfogadás, és hogy hát ezek a dolgok a leglényegesebbek. 50 esztendeje 1973. novemberében avatták Dunaújvárosban az ország első szabványos vidéki műjégpályáját, és a jeles eseményt egésznapos programsorozattal ünnepelték meg a jeges sportágak helyi képviselői. Az ünnepi programra egymás után érkeztek meg azok a volt játékosok, vezetők és támogatók, akik az elmúlt 50 évben meghatározói voltak a dunaújvárosi jeges életnek. Rendkívül sokan vannak, akiket országos szinten is, sőt, azért országhatáron túl is megismerhettek. Én azt gondolom, hogy Dunaújvárosnak több olyan sportága is volt, ahol tényleg a legjobb sportolókat kineveltük, és ez Dunaújvárosnak a levegőjében mindig benne volt, hogy itt igenis küzdeni kell, de a legnagyobb elismerést is megkapják azok a sportolók, akik itt szép teljesítményt mutatnak be. Úgyhogy én nagyon büszke vagyok ezekre a sportemberekre, és bízom benne, hogy a ma este folyamán sokukkal találkozni is fogok. A Dunaújvárosi Ástak elnevezésű rendezvénysorozat minden hónapban egy-egy jeles közéleti személyt, neves előadót vagy egy-egy húsba vágó téma szakértőjét hozza el Dunaújvárosba. A szervező, rendező, rajta új Város Egyesület november 28-án dr. Zaher Gábor főorvost, toxikológust látta vendégül a Városháza rendezvénytermében. Azt gondolom, hogy a saját munkával való őszinteség az első lépés, és természetesen utána az a fajta megoldáskeresés, hogy hogyan tudok ebből kilábalni. És itt nagyon fontos, hogy a partnernak a szerepe, aki kívülről látja ezt a dolgot, és ugye kívülről sokkal objektívabban látunk bizonyos dolgokat, mint belülről, és ezt általában úgy szoktam elmagyarázni, hogy most képzeljünk el egy hula-hop karikát, én ezt lerakom ezt a hula-hop karikát a földre, és beleállok a hula-hop karikába. Mennyit látok én ebből? Nagyjából annyit, amennyit a látóterem megenged. Körbefordulok, föl tudom mérni a 360 fokot, de egyszerre sosem fogom ezt látni. Aki kint áll a körön kívül, az látja az egészet. Sokkal objektívabban tudja értékelni ezt a problémát, legyen az akár egy társ, legyen akár egy szakember, és például ezért egy olyan mondatra, amikor mondjuk nekem valaki azt mondja, hogy képzelj magát a helyembe. Én mindig azt szoktam mondani, én nem tudom, én az én életemet élem, annak minden pozitív és negatív részével együtt, de ha én belépnék a körbe, akkor nem látnám ezt az egész problémát. Ezek voltak 2023. novemberének legemlékezetesebb eseményei. Híradóinkban folytatjuk visszatekintésünket a mögöttünk hagyott esztendőre.